Magyarország legnagyobb naperőművét építi meg a Magyar Villamosművek csoport Felső-Zolca határában. A 9 milliárd forintba kerülő évi 20 gigawattóra áram termelésére képes létesítmény alapkövét ünnepélyes keretek között rakták le. Az eseményen Kádár Andrea Beatrix energiaügyekért felelős helyettes államtitkár elmondta, a felső-zolcai energetikai beruházás jelentős lépés a megújuló villamosenergia termelésben, és támogatja az ország klímavédelmi céljainak elérését. Működésének köszönhetően évente 20 000 tonnával csökkenhet az ország széndioxid kibocsátása. A megújuló energiaforrások is fontos, egyre fontosabb szerepet látnak el. Célunk az energiaimport arány csökkentése, valamint a hazai villamosenergia előállítás hosszú távú fenntarthatósága és az ellátásbiztonság erősítése a lehető legmagasabb szinten. Az energiastratégia céljainak megvalósításához a nemzetközi és Európai Uniós éghajlatvédelmi célkitűzések magyar hozzájárulásainak teljesítéséhez a megújuló energiaforrások arányának növelése fontos eszközünk. Magyarország részéről vállaltuk, hogy 2017-ig 14,65%-ra emeljük a megújuló energiaforrások bruttó végső energiafogyasztáson belüli részarányát. Ezzel kapcsolatban elmondható, hogy Magyarországnak 2016-ban 14,19%-os megújulós részarányt sikerült elérnie, azaz már tavaly előtt teljesítettük a 13%-os kötelező EU-s célszámot, és minden esélyünk megvan arra, hogy az önként vállalt magyar részarányt is elérjük a következő években. Magyar kormányzat részéről következetesen támogatjuk a megújuló energiaforrások fejlesztését a rendelkezésre álló eszközökkel, kormányzati eszközökkel. A napenergia hasznosításának területén a kormányzat hangsúlyos szerepet szám mind az ipari méretű fotovoltaikus rendszereknek, mind pedig a decentralizált jellegű háztartási méretű kiserőműveknek, illetve azok összteljesítményének növelését igyekszik elősegíteni. Az ország kedvező napsugárzási viszonyai kínálta lehetőséggel élve, az elmúlt pár évben elmondhatjuk, hogy igencsak lendületet vett a naperőművek térnyerése a szektorban. Az elmúlt években számos mindenki számára elérhető pályázat is megjelent, jelentős összegek érhetőek el az operatív programok keretében a nagyvállalatok, a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok és a lakosság részére is. Az utóbbiak, azaz a lakosság esetében elérhető támogatások közül jó példa a szaldó elszámolás, ami a háztartási méretű kiserőművek esetében biztosít számottevő támogatást, a kisebb, épülethez kötött zöld áramtermelő berendezések, tehát így például a napelemek telepítéséhez. A zöld áramtermelési működési támogatások is megújultak. Az új szereplő piacra lépését a magyar kormány tavalytól az új METÁ rendszer keretein belül támogatja a régi KÁT rendszert felváltva. A háztartási méretű kísérőművek száma és beépített teljesítőképessége az elmúlt években jelentősen megnövekedett. Az összes teljesítőképességük 2016-os évvégi adatot tudok mondani. Erre a 2016 év végére megközelítette a 165,5 megawattot. Ezen belül az összes beépített teljesítmény 99%-át, azaz 164 megawattot tett ki a napelemes háztartási méretű kísérőművek beépített teljesítőképessége, itt több mint 20 000 darab ilyen erőműről beszélhetünk. A fél megawatt beépített teljesítőképesség alatti nem háztartási méretű kísérőművek esetében is növekedés volt tapasztalható. A nagyobb beruházások közül hagy említsek két példát, két projektet. A Mátrai erőműnek a 16 megawattos kapacitású naperőművét, ami 2015 óta működik Visontán, illetve az MVM Hungarovind Kft-nek a 10 megawattos fotovoltaikus erőművét Pécs melletti Tüskeréten, amely 2016 tavaszán készült el. Lényeges, hogy a megújulók sikeres integrálása továbbra is megfelelő átviteli és elosztói infrastruktúrát és jól összekapcsolt európai hálózatot igényel technikai szempontból. Ebben a tekintetben elmondhatom, hogy Magyarország igen jól felkészült. A magyar villamosenergia átviteli rendszer fejlett hálózat, Szlovénia kivételével minden szomszédos országgal összeköttetésben áll hazánk. 2016-ban már háromszorosan, vagy több mint háromszorosan túlhaladtuk azt a célszámot, Európai Tanács által meghatározott célszámot, miszerint a tagállamoknak a hazai névleges beépített erőművi kapacitás legalább 10%-át eltérő villamosenergia határkeresztező kapacitást kell kiépíteniük.
Hölgyeim és uraim, a magyar kormányzat elkötelezett abban, hogy folyamatosan csökkenjen Magyarországon az energiaimport aránya. Ezért olyan az ország adottságaira épülő energiatermelő megoldásokra, erőművi kapacitásokra van szükség, melyekkel előmozdítható hazánk fokozatos függetlenedése az importtól. Megítélésem szerint az MVM csoport megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművi portfóliójának további növelése egy felelős, jövőbemutató és reális célkitűzés. A felsőzsolcai fotovoltaikus beruházás így hozzájárul hazánk energiahordozó importjának mérsékeléséhez, elősegíti a megújuló energiaforrásból származó hazai villamosenergiatermelés részarányának növelését. Éves szinten 20,7 gigawattórányi zöld villamosenergia előállítására lesz lehetőség helyben Magyarországon, amellyel akár 20 000 tonnával is csökkenthető hazánk széndioxid kibocsátása. Úgy vélem, hogy az MVM csoport tagvállalatának, az MVM Hungarovint Kft.-nek ezen projektjével közelebb kerülünk a dekarbonizált gazdaság megvalósulásához, országunk ellátásbiztonságának és versenyképességének erősítéséhez, a felnövekvő generációk energiaigényének fenntartható módú biztosítása, azaz egy tisztább és élhetőbb környezet átörökítéséhez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Fontos mérföldkőhöz érkeztünk. Nem túlzás azt mondani, hogy a mai alapkőletételi ünnepség a megújuló energiaforrások egy igazán nagy volumenű fejlesztés sorozatának nyitányaként is tekinthető. Bízom benne, hogy a felsőzsolcaihoz hasonlóan valamennyi az MVM csoport által tervezett naperőművi beruházás hamarosan elindulhat a megvalósítás útján. Az országszerte létesülő több mint 100 fotovoltaikus erőmű további fontos bizonyítéka lesz annak, hogy az energiamixünkben alkalmazott különböző energiaforrások nagyon jól működnek egymás mellett. És igazolja azt is, hogy Magyarország a tiszta energiaforrások mellett áll, a magyar kormányzat az energiaszektor tiszta energiára alapozott olyan átalakulásában érdekelt, mely mindvégig fenntartható módon garantálja az ellátásbiztonság, a folyamatos és megfizethető áru áramszolgáltatás és a villamosenergia rendszer optimális működését egyaránt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Zsuga János, az MVM ZRT vezérigazgatója kiemelte, hogy a társaság piacvezető lesz a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművek területén. Az MVM csoport egy éven belül 110 napelemes erőművet épít az országban, amelyek mintegy 50 000 háztartás éves villamosenergia szükségletét fedezik majd. Én azt gondolom, hogy mi elsősorban ma ünnepelni jöttünk ide. Ünnepelni szeretnénk egy fontos mérfőkövet, egy olyan új során, amelyben az MVM csoport meg fog újulni. Ezen megújulás során ma le fogunk helyezni egy alapkövet, amely Magyarország legnagyobb, vagy egyik legnagyobb naperőműnek az alapköve lesz. Hiszem és tudom azt, amit az államkarasszony mondott, ez hamarosan sok-sok naperőmű park létesítése fogja követni, aminek az eredményeképpen az MVM csoport Magyarországon piacvezető lesz a megújuló energiák területén, piacvezető lesz a megújuló energia olyan területén, amely bizonyítja azt, hogy fontos szerepen az energiamixnek, a megújuló energiáknak. Azt gondolom, hogy számunkra ez azt jelenti, hogy mi nem csak retorikát képezünk erről, hanem valóban teszünk és merünk tenni annak érdekében, hogy a Magyarország energiamixben a napenergia fontos szerepet töltsön be. Szokás néhány számot elmondani, az mit is jelent egy ilyen naperőmű mondjuk Magyarország tekintetében. Ez az erőmű, ami itt épül a Felső-Zsolcán, az érdemes tudni, hogy körülbelül 8000 háztartásnak fog egész évre szóló villamosenergia ellátást biztosítani. Ez 18000 embernek jelent mindennapi ellátás. Nyilván nagy mértékben fogja csökkenteni a széndioxid kibocsátás, és ami legalább ilyen fontos, azt gondolom, hogy élénkíteni fogja a gazdaságot, hiszen munkahelyet fog teremteni már magával a tervezéssel és magával a kivitelezéssel. De azt gondolom, hogy ha megnézzük a GDP élénkítő hatását itt a településen, azt gondolom, akkor nincs miről beszélni, hiszen hosszú távon fog hozzájárulni Felső-Zsolcának a gazdasági életéhez, és hiszem, hogy ezzel mit példát fogunk mutatni. Engedjék meg, hogy a magam nevében megköszönjem mindenkinek, aki részt vett ennek az eseménynek az előkészítésében, részt vett az erőmű előkészítésében, és már részt fog venni a kivitelezésem és a használatában az eddig kifejtett munkáját. Kérem, hogy ezt tegyék meg a jövőben is, annak érdekében, hogyha majd néhány év múlva erre az eseményre visszanézünk, és látjuk üzemelni ezt a naperőművet, akkor azt mondhassuk, hogy jó munkát végeztünk. Nagyon jó munkát végeztünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, érezzük jó munkát. Köszönöm. Csöbör Katarina térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a naperőmű gazdaság élénkítő hatással is bír, valamint számos új munkahelyet is teremt. Mi a legfontosabb egy egyéni országgyűlési képviselőnek? Hát az, amikor az a terület, amit rábíztak, az fejlődik gazdaságilag is, kulturálisan is, és biztonságban tudhatja
a terület magát, a családok, biztonságban tudhatjuk magunkat is, és egyben ugye az energiabiztonságot is jelenti most ez a mai alkalom a számunkra, úgyhogy engedjék meg, hogy külön megköszönjem önöknek a meghívásukat, hogy itt lehetek, és én is önökkel együtt ünnepelhetek. És hiszen a mai alkalommal egy újabb borsodi beruházásról számolhatunk be, és ez a fejlesztés ugyan hozzánk, felsőzsolcaiakhoz, illetve Borsodhoz köthető, mégis túlmutat rajtunk, sőt Magyarországon is túlmutat, hiszen ez a beruházás ugyanis a jövőt és az egész emberiség jövőjét szolgálja. Azért is fogadtam örömmel ezt a meghívást, mert nem csupán egy beruházásról van most itt szó. Az, ami itt hamarosan felépül, több, mint egy megvalósuló befektetés. Ez a napelempark egy útjelző tábla is, amely a fenntartható fejlődés útján segít bennünket megtalálni a helyes irányt. A ma tapasztalható világméretű természeti változások ránk, magyarokra is hatással vannak. A nemzet függetlensége és a magyar családok jóléte az életünket jelentő energia biztosításától függ. Az itt felépülő napelempark ezért is egy befektetésnek tekinthető, befektetés a közös jövőnkbe. Ezért támogatjuk a megújuló energiahordozók elterjedését, és támogatjuk mind azokat, akik eszükkel és szorgalmukkal egy tisztább jövőért küzdenek. Ezért a zöld gazdaság erősítése kiemelt helyet foglal el Magyarország energiapolitikájában. A magyar gazdaság egyik kihívása ugyanis, hogy az energiát javarészt importból, külföldről kell behozni, aminek a kiszolgáltatottságon kívül nagyon komoly pénzügyi következményei is vannak. Ezt a tényt is figyelembe véve különösen értékesek az olyan beruházások, mint a mostani, mert általuk csökken a kiszolgáltatottságunk. Az MVM, Hungarovind és Felsőzsolca városa összefogtak, hogy együtt egy élhetőbb és tisztább jövőt építsenek. Ennek az összefogásnak az eredményeként épül itt fel egy korszerű, a nap kimeríthetetlen energiájára épülő erőmű. A vállalat és az itt élők felismerték, hogy Magyarország és az emberiség jövője és sikere a kis közösségek összefogásában, egymás segítésében, a természettel való szimbiózis visszaállításában van. Az itt megvalósuló beruházás energiabiztonságot és tiszta energiát jelent számos magyar családnak és vállalkozásnak. A nap ereje itt hamarosan értékes energiává alakul úgy, hogy közben nincs károsanyag kibocsátás. Az emberi lelemény és a szorgalom itt látható eredményeként több ezer tonnával kevesebb károsanyag és éghajlatváltozásért felelős széndioxid kerül a levegőbe. Ez nem csak Felsőzsolca és Magyarország, hanem valamennyi ország és ember jövőjére hatással van. Úgy is mondhatnám, hogy nagy lépés Felsőzsolcának, és egy kis lépés az emberiségnek egy tisztább jövő felé. Az itt révbe ért vállalkozó szellem iránymutatást ad. Arra tanít bennünket, hogy egy kis közösség ésszel, szorgalommal, a természet tiszteletben tartásával és odafigyeléssel az egész emberiség jövőjére is hatással van. Én gratulálok Felsőzsolcának, a Hungarovinnek és mindenkinek, aki ebben részt vett. Köszönöm, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy meghallgattak. A Felsőzsolca és Onga határában 44 hektáros területen megépülő létesítmény 74 ezer darab polikristályos napelemtáblával rendelkezik majd. Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte a beruházást. Lakossága mindig nyitott volt a fejlődésre, az előrelépésre, különösképpen ha városunk és környezete modernizációját jelente. Őszinte örömömre szolgál, hogy az Magyar Villamosművek megújuló programjának legelsőként megépülő fotovoltaikus naperőműve éppen Felsőzsolcán épülhet meg. A város vezetése már korábban foglalkozott egy naperőmű megépítésének gondolatával, amikor a Magyar Villamosművek megkeresett bennünket az erőmű létesítési szándékával. Az önkormányzatunk, a megyei kormányhivatal, az MVM projekt vezetője példaértékű együttműködésben, rekordidő alatt
sikeresen lebonyolítottunk minden engedélyezési eljárást, és örömmel vesszük, hogy a kivitelezési munkák elkezdődtek. Lényegében arról kell beszélnem, hogy mit jelent ez Felsőzsolcának. Előnyös számunkra a beruházás, mert a telepítendő technológia egy környezettudatos tervezés eredménye, ami országunk fenntartható fejlődését szolgálja. Továbbá, mert az európai viszonyban is meghatározó méretű erőmű Felsőzsolca és Onga számára is hírnevet jelent, ami további beruházásokat vonz. Előnyös, mert a környezet terhelése nélkül legalább 25 évre kiszámítható biztos bevételi forrást jelent a városnak. Továbbá, mert az erőmű karbantartása és fenntartása során helyi foglalkoztatást is biztosít. Előnyös lehet a Miskolc Oktatási Intézmények szakirányú képzésének támogatásával is. Az önkormányzat természetesen minden szükséges segítséget megad a kivitelezés során, ugyanúgy, mint ahogyan az engedélyezési ütemmenetben ezt megtette. Bátorítjuk az MVM-et együttműködés elmélyítésére városunkban. Természetesen minden más befektető számára is jó referencia lehet az ország jelenlegi legnagyobb teljesítményű naperőművének létesítése. Köszönöm a bizalmat és az együttműködést annak érdekében, hogy a magyar energiastratégia meghatározó létesítményének biztosíthatunk otthont. Köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm, hogy meghallgattak. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy itt a Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyes számú választók életében valósult meg ez a naperőműpark. Felsőzsolcán konkrétan sok együttműködésnek az eredménye, sok tárgyalásnak az eredménye, de egy nagy összefogásnak az eredménye a Hungarovind, MVM Hungarovind Kft. És Felsőzsolca összefogásának a következménye. Én azt hiszem, hogy az itt élőknek csak egy büszkesége lehet, hiszen ez az erőmű nem csak itt Felsőzsolcának jelent majd sokat, hanem egész Magyarországnak, az egész emberiségnek a tisztább jövőnkért, és az energiabiztonságunkhoz is hozzájárul. Ráadásul megfelel az ország klíma csökkentési céljainak is. Nagy örömömre szolgál, hogy ez az óriási beruházás, amely Közép-Európában az egyik legnagyobbnak számít, éppen Felsőzsolca közigazgatási területén történt. Itt fogják felépíteni, amely egyrészt a környező településnek és Felsőzsolcának egyértelműen sikert, bevételt és munkahelyteremtést jelent. Örülök a beruházásnak, várjuk a átadást. Köszönöm szépen, és köszönöm képviselőasszonynak a közbenjárását, amelyben elősegítette azt, hogy ez a mai nap megtörténhessen, az alapkőletétel és majd a építés. Köszönöm szépen!